Készüljetek, beköszönök. Jó reggelt, Vietnám! Üdv a csatornán! Kiperjelentkezik a következő csodálatos Farming Simulator 1 milliárd eurós kihívás videóval. Egyre hosszabbak ezek a beköszönéses mondatok, én nekem meg egyre szarabb a tüdőm. Na figyeljetek, az az igazság, hogy nagyon sokan írtátok, hogy egy csomó mindent nagyon sokan írtatok, például azt írtátok, hogy nagyon nehezek ezek a sorskártyák, nem akarok nagyon könnyíteni rajt, mert így el fog menni a keepernek a kedve, és nem fog 1 milliárd eurót elérni. De egyébként el fogunk érni 1 milliárd eurót, én meg szeretem az izgalmakat, meg szeretem az ilyen fordulatokat a játékban, hogy egyébként sorskártyás nap van megint ma. Úgyhogy megy az óra, 15. perc környékén fogunk sorskártyázni, a gyerekek fölkapatok az első kerékre, odalézzél. És a kocsira is itt figyelj, itt lehet fölkapatni, tök jó, odalé, hopp. Ugye? Mekkora királyság, de gyerekek, ne tököljünk. Figyeljetek, a következő szituáció, megy pörög az idő, megy mint az állat. Addig egy kicsit fakitermelés van, mai nap ki fogjuk pörgetni a krumplit, ezt megnézzük, hogy akkor hogy vannak a dolgok. A fakitermelés az annyira fog zajlani, hogy vannak ezek a fenyőfák, legalább ezeket valamit kezdjünk vele bárni, mert a töke ki van a keepernek, hogy videóval vannak a fenyőfák. És ezeket miért vágják ki? Oda nézé, MTZ előtt dír! Azért, hallod? Így kell, így kell. Benne a vérébe a keepernek a hülyeség. Na, egyébként egy dolgoktól félek, hogy átvág nekem az ilyen őrületbe, tudjátok, amikor a keepernek így elmegy az esze. Abban átvágtunk. A ganyéba beleütünk. Úgy van. Mert miért ne? Nem tudom, milyen hosszúakat tudok fölvenni, úgyhogy szolidan vágjuk el, szolidan. És legalább ezeket a fenyőfákat, akik vigyük el, aztán adjuk el. Kellene gyűjteni a kombányra, tudjátok. Kinéztünk egyet, egyébként többen írtátok, hogy vegyem meg azt a traktor után köthetőt. Hát figyeljetek, én szeretem magam szivatni, de nem annyira, érted? Nem annyira, mint amennyire elvárjátok. Azért azt rühelleném, érted? Azt rühelleném. És nem tudom, mi történt, az talán beleesett. Várjál. Ó, jó helyre esett, jó van, oké, figyeljetek. Pörgünk mind a trágyaszóra, meg azt mondjátok, hogy nagyon elaprózom a dolgokat, így eltökörészek, és így akkor nagyon sokáig fog tartani a milliárd eurót összekapni. Hát, úgyhogy figyeljetek, a keeper olyan hatékony lesz, hallod, megáll a szemetek. Egyébként tényleg sorskártya nap van, újfajta stílusba fogjuk húzni a sorskártyát, megőrültök, mennyire jó. Nem az én ötletem van, úgy kaptam az ötletet valakitől, de örülök neki nagyon, nagyon jól fog működni, egy kicsit így szintet léptünk, úgy érzem, meg fogjátok látni, szerintem imádni fogjátok ezt a sorskártya hullást, olyan kis nyögvenyelős, olyan kis izé volt, ilyen kis 90-es évek stílusban nyomtuk, hát most már átléptünk egy az űrkorszakban, meg fogjátok látni, hogy fogom húzni a sorskártyákat, meg tényleg, megőrültök. Én amikor először megláttam ezt a variációt, azt mondtam, hogy na hát igen. Ez már valami. Egyébként tök jó ezek a fenyők, ezek jó könnyűek. Aztán lehet velük mókázni. Egyébként egy hamlak rakodót, ez tök jó. Élnék egy hamlak rakodót. Az sem. Egyébként keresztbe is rakhattam. Várjátok, hol van még a fenyőfa? Itt van egy fenyőfa, meg a másik oldalon, ugye? Várja, baj van, várja. Itt nem fogom tudni ezt kidönteni, a kerítést lehet-e. Ez nem nagyon fog menni. Úgyhogy az a baj, csak az a baj, hogyha másik irányba döntöm, az sem lesz nekem jó. Itt nem tudom, már kerítésen keresztül, figyelj, de átdugom a likakon. Ez a jó. Figyelj, a portkocsi mögé mehet. Nem látom, hogy vágom, az a baj. És vágja? Nem vágja. Vágja, nem vágja, vágja, nem vágja. Átnyúlok a kerítésen. Ó, de nézzé, figyeld! Oj, nehogy fönn akadj! Ez jó, van, akkor bászhatok fel a tetejbe. Semmi gond, gyerekek, fölmászok. Figyelj, leágazom még a izét is, a jegenye fát is ott. Ó, itt akad fönn a... Itt akad fönn. Itt el kell vágni, ne? Itt az Y-ba beállt. Azért egyébként legalább van egy kis fizika a játékban. Nem? Figyelj, vigyázz, mert orba vág. Ó, de jó. Azt megoldottuk egyre, egyre lejjebb ment. Na, vannak bajok. Le fogunk esni a fáról. Éreztem, hogy valami baj lesz ebből. Hát azért érdekesen vágom a fát. Hatékony, az előbb még a hatékonyságról papoltam, most meg itt ilyen hülyeségeket csinálok, de ez nem hülyeség, gyerekek. Így hatékonyan. Na, egy kicsit ma föl vagyok pörögve, elnézéseteket kérem, elér. Ja.
Elnézéseteket kérek azért, de föl vagyunk egy kicsit peregve, veretjük neki. Jó. Igen, a kombány kellene, megvenni, kultivátorunk az Nuku, vetőgépünk Nuku, de a kombány az marhára kell mi. Nagyon bízok a mai sorskártyába, remélem, hogy meg fogjuk kapni a tutit. Képzeljétek, bazeg, beszartok a szombati videón át, tudjátok, mi történt? A szombati videónak, hogyha megnézitek a nézettséget, mondjuk pont leszarjátok szerintem, de egy kíperért így feltűnt. Én is egyébként annyira nem szoktam. Beszorult bazeg a kerékhez az a gyereki. Így nézem, hogy ah, jó van, oké, mit tudom, felraktam 11 órakor, megnézem 2-kor, jaj, de jó, már majdnem 4000, érted? Már megnéztétek egy csomóan, meg jó van, akkor biztos tetszik nektek. Erre meg este 8-kor, meg 2500. Nézettség, lefele. Na mondom, az hogyan van? Időt ugrottuk. Először azt hittem rosszul állt. Aztán így nézem meg minden, hát mondom, az hát dupla ennyi volt majdnem, érted? Délután is, akkor meg este, meg akkor már lement felére. És akkor nézegetem, így a supportnak írtam kinomba, meg mit tudom én, hogy hát valami nem tört, valami történhetett, vagy nem. Mert ugye a többi résznek is, mit tudom én, tök jó, hogy azért megy a nézettsége, és akkor miért ment le 2500-ra, érted? Főleg úgy, hogy több volt. És tudom, milyen választ kaptam gyerekekkel kezdi, hát azért, mert nagyon gyanús, hogy ilyen nagy nézettsége volt annak a videónak. Mondom, ember szombat van, mondom, a pénteket csodáltak itt, meg a szerdait is megnézték 6000-en, meg 7000-en. És akkor most az sokan 5000 szombaton? Hát ő nem tudja, a supportos csávója nem tud nyilatkozni, az algoritmus úgy érzékelte, hogy valószínűleg, hogy irreálisan magas nézettsége van, irreálisan magas. Mi irreálisan magas, mondom, a szegény 5000-es nézettségemmel irreálisan magas nézettséget produkáltam, úgyhogy az algoritmust elkapott szombaton. Ó, mondom, aztán úgy, hogy most az érted, az érek a csütörtök péntekinek van ilyen 5000-es, 6000-es, 7000-es nézettsége, annak meg 2500. Mert így levették, érted, így fölment, aztán utána így elvágták, hogy az algoritmus úgy gondolta, hogy mit tudom én, hát ez nem lehet valós. Mondom, de rendesek vagytok, és így érted, és a support bácsi, az meg így nem is tudott nyilatkozni érdemben róla, azt mondta, hogy ő, bocs, de ő nem tud, nem kompetens. Mondom, anyád az a nem kompetens. Hát bazza. Most komolyan, érted? Értem én, hogy gőzgép, de mi hal, csak tudod. Jó, hát annyira nem hat meg, most nem, tényleg nem érdekel, de... de így meglepődtem rajta, mondom, hát ilyen létezik, tesó. Aj, a tökömet! Oda gyűrte majdnem. Vicces szituációk vannak, gyerekek. Ó, máma szar idő volt, meg lustadag is voltam, pedig aztán... Elmentem a tégláért, gyerekek! Elmentem a tégláért. Hoztam, tudod, kisméretű téglát, meséltem, hogy le akarom rakni az udvart, ilyen csodálatosat. Arra majd lehet, hogy nyomunk egy videót. Szeretnétek ilyen videót, hogy építkezünk meg ilyen hülyeségeket? Mert lehet, hogy nem. De tényleg nyugodtan akkor írjátok meg, hogyha nagyon vágytok rá, ha nem, akkor is. Nyugodtan. Figyelj, fönn a fa tetején vágja a fát, ezért tudok valamit. Akkor csinálunk róla. Ja, elmentem, képzeld, kocsival, hallod? Kocsival hoztam el a téglát. Találtam ilyen időt, találtam bontott téglát, bontott kisméretűt, de amúgy eszméletlen drága most az építőanyag, el nem tudok képzelni mennyire. És bontott kisméretű téglát hoztam, és nagyon jól örülök neki. Ha még kellene 1000 darab, valakinek nem tudom, Zalában nincsen valakinek eladó bontott téglája, komolyan. Ez mi volt, bazza? Ha van, akkor szóljon ma. Megveszem jó pénzért, csak ne legyen drága. Jó, ennyi volt, ennyi fa jött ki ebből? Ez nem sok. Mennyi idő van? Várjál, megnézem, ránézek, még kire... Hány van? Kilenc? Kilenc van, igen, 9-nél tartunk. Megy a videó? Vagy hülyes, elcseszem a dolgokat? Jó, máshol van, Fenyő nem szeretem ezt a többi fát, bár lehet, hogy egy fát is vágok. Először indítsd be a motor. Hát beszállok először, barátom! Úgyhogy a YouTube bácsi úgy gondolta, hogy Keeper szombaton délután irreálisan... Ha? Nem is fűzök ehhez semmit, de hát... Komolyan mondom, vicc kategória, gyerekek. Egyébként ültethetnék fákat is, nem? Ide hátra, vagy valahova. Az a gond, hogy sorskártya van, és meg kéne várnom a sorskártyát azzal, hogy mit veszünk, hogy veszünk, meg mit csinálunk, mert különben lehet, hogy rácseszünk. Mert ki tudja, milyen sorskártyát fogunk hozni. Azt még szeretném megvárni, a Keeper azt szeretném megvárni. Egyébként ez a portkocsi az adja, ezt szeretem.
többen írtátok, hogy azt az őret, azt a... Az nem rossz, csak nagy gép kell hozzá. Egyébként köszönöm szépen a kommentek, imádom őket. Ha nem is válaszol, mindig azt tervezem, hogy ha jövök, válaszolok, azt tényleg, ha jövök, akkor mindig videóhozok. Yeah. Most nagyon nem tudom, nagyon ráfüggtem erre. De tök jó, hogy van célja, mert igazából tényleg, én úgy gondolom, jó, sokan írtátok, ne töröld a csatornát, meg minden. De valahogy ezt meg kéne oldani, ezt az 1 milliárd eurót csalás nélkül. Egyébként ebben még nagyon férne. Azt kellene egyébként, nem. Egy ilyen fát még kidurrantanék szívesen. Ez mondjuk nem olyan nagy, nem? Figyelj, ezt még döntsük ki a francba, hallod. Ide kidöntöm, és akkor ez egy jó közel is lesz. Google le. Elrúsz ki bóce. Ó, Google már le. Ide kidöntöm, gyorsan leágazok. Földarabolom. Az valami lesz. Ó, te fiú. Jaj! Ó, oh yeah. Benne a házba, várjál az ág, bele van épülő, bele nyújt. Ja. Jaj, fogta benne a tetőjön a gyerekek. Ajaj, átveszem a fűrészbe, beleugrok. Hát majdnem sikerült. Nem tudok felugrani? Gyere. Tiszta parkőrözünk itt, gyerekek, parkőr. Várjál itt. Jó lesz ám az, csak itt vannak bajok. Bele van nyőve. Nagyon veri a keepert. Vágd át! Jó van, végre megszabadult a szem, jó van. Na gyerekek. Jó van, ezt nagyon ágazni nem kell, úgy látom. Figyelj, innen bele is tudnám dobni, nem? A izébe. Platóba. Oh, hát figyeljetek, olyan hatékony leszek, tényleg írtátok, hogy nem vagyok hatékony. Valaki írta, hogy ebben a favágásban kívül, nem vagyunk megelégedve veled. Most akkor előveszem magam, gyerekek, előveszem. Van valami ágaboka. Gyerekek, figyeled, azért a hatékonyság. Hoppá! Keeper azért ott van. Figyeljetek, egyelőre ugye fát tudok, azzal tudok foglalatoskodni. Viszont a mai részben mindenképp krumplizni fog... Ajjaj! A szerencsétlen hülye. Krumplizni mindenképp fogunk a mai részben. Hogy ezt úgy kell készülni, ha? Jó. Végig kéne futnom itt ebben. Leágazás szempontjából valami legyen. Meg, ja, mondtátok, a favágás túl realisztikusan akarom megcsinálni, ezért tökölös. Tehát nem baj! Hát ráérünk. Van egy 5 évünk még, mire megcsináljuk az 1 milliárd eurós kihívást. Lehet, hogy majd ilyen 10 év múlva valaki így visszarézte. Úristen, Kipper, te még mindig ezt csinálod. Lehet, hogy ez fog történni. Én most darabolok azért, most nem érheti szó a ház elejét, oda nézzél, nem? Mert most a Kipper nagyon megüzét indult. Hallod? Apám, izé vagyok én a stílfűrésznek a virtuóza. Neked nem biztos, hogy ezek elég rövidek. Mert jó nehéz ez a fa, úgyhogy egy kicsit rövidebbre vágom majd. Oda né, tesó. Hallod? Szétvágtam ezt a fát, mint a papírkutyát. Hány óra? 14 gyerekek, jaj, sorskártya húzás lesz. Sorskártya húzás. Mindjárt, és meg fogjátok látni az újfajta sorskártya húzást, hogy mennyire király lett. Jó, hogy ezt az egy tönköt itt felszelem, jó, felkuglizom. Valószínűleg, hogy jó kicsi kuglikra, hogy fel tudjam dobálni. És én ami rá átvágja, arra levegye rá. Jó nagy izéket szór, baze. Jó nagy forgácsot, úgyhogy ez jó éles ez a fűrész.
Azt a betyár. Hallod, amire átéri, arra levegyarab tényleg, odaré. Ezt. Jó, de biztos, hogy ez biztos, hogy fel tudjam dobálni, nagyon olyan nagyon vastag. Várjál. Vesz, vágom a platót is, jó kis izé. Fenyőfa, nézze be. Nagyon feketedbe. Jó, itt azt elvágom. Ott mit akart vágni? A kereked, vagy mit? Na gyerekek, sorskártya húzás, oda. Milyen szépen feszeltem, hallod? Ugye ilyenkor mindenképpen azt csináljuk, hogy mentünk egy csodát. És akkor újfajta sorskártya húzási metódus lesz, ezt nézzétek testvéreim az urba. Figyeljetek! Hoppá! Szerencsekerék more! És ez úgy van, hogy ugye itt van mind a 30, és akkor tudunk egy olyat, hogy meg összekevertük, ugye összekevertük őket, és akkor jöjjön a sorskártya húzás! Vasúti pálya karbantartás, nem kereszthetsz semmilyen formában sineket. Na most akkor megint megszivattuk magunkat keményen, gyerekek, mivel nem mondom nektek, hogy ugye a fát nem fogjuk tudni elvinni, hallod? Mert ha meg is nézem a mapot, itt valami nagy baj lesz, gyerekek. Mert ugye, hol vagyunk, itt vagyunk az egyesen, és a vasúti pályán át kellene mindenképpen mennem, hogy be tudjak ide jutni. Ha csak nem itt az erdőnek, nem tudom, át lehet-e venni így erre. De ott lehet, hogy van... ó, te fiú, hát már megint megszivattad magad, Keeper. Komolyan mondom. Jó, nem baj, ez viszont egy... Nagyon sok olyan sorskártya van ám, azt el kell mondanom, ami ilyen eléggé... ilyen szoftos, hogy ilyen játéktechnikai dolgot módosít, tehát inkább a fejedet kell törnöd, nem fogjuk elbukni, érted a fél vagyonunkat azért, mert most... itt olyan kártyát húzunk, úgyhogy ez egy ilyen vasúti pályát karbantartása, nem keresztezhetjük a vasutat. Ez egy ilyen kis történeti elem inkább, mint hogy olyan befolyásoló tényező lenne, amelyik negatív vagy pozitív irányba az anyagi helyzetünket módosítja. Azért ez a csodálatos... ezeket most miért bírom el ilyen vastagokat? Kár volt ezzel, nem olyan kicsire. De egyébként szálljuk kicsire, inkább rakjuk fel kétszer. Be fogunk pörgetni az időbe éjjel, azt elmondom nektek, és ugye krumpli szedés, az megindul. Ja, és írtátok, hogy nagyon itt az elején nagyon ilyen szenvedős, lassan megy, de nem baj, srácok, később úgyis be fog indulni. Nem, ne az legyen, hogy már az elején, jaj, olyan gyorsan fogunk haladni, mint az őrük. Egy kis most kellene egy izé, gyerekek, ez Potter jármű, egy felderítő, hogy el tudunk-e menni vasúti sineken kívül. Az jó lenne. Bazd, és a besüti sineget nem keresztezhetsz. Te hülye vagy, Keeper. Ilyet ki írt be, valami. Egyébként valaki írta, ezeknek a 99%-a, ez valakik írták nekem. De valamelyiket átfogalmaztam, az annyi, hogy... úgy fogalmaztam át... Hogy mit tudom, jobban hangzom, vagy pedig ha hasonlók voltak, mert voltak hasonlók, és akkor az legyen, ne legyen minden egy ugyanolyan. Gyerekek, jó, pedig azért kapnánk egy kis zsetont, meg ugye a krumplit kipörgessük. A krumplit kipörgessük, azt vágjátok, hogy kézzel köszednem. Jó, ez meg így mehet álgasson, és kilógassuk hátra, vagy előre, vagy valami. What? Figyelj, egyébként ez a pótkocsi, ez nagyon adja. Meg 8200-unk van, és nem is buktunk most a sorskártyával semmit. Ez viszont ez nagyon örülök. Ja, visszatérve arra, ugye... ha gondoljátok, akkor ilyen építkezős részek is lesznek, meg ilyen házbejárás, ha akarjátok, nyugodtan, én benne vagyok. Nagyon-nagyon régen volt ilyen room tour, vagy mi a szar, hú, de akkor a divat volt, nem? Az összes videót megmutattam a roomját. Roomly. Nálam nem room van, nálam roomly. Az a japán room. Hoppa. Meg van roomom egyébként, mert a szekrényben, fehér. Oké, csapjuk neki, gyerekek. Modpack ügybe, ezt elmondom majdnem minden részben, de mindig kérdezitek. Majd lesz. Majd lesz modpack, még változik azt, azért még nem. Na! Valami spotter jármű lenne jó. Figyeljetek, mindegy a... hú, az a... ez a baj. Ez a baj, gyerekek. Most azt meg vagyunk lőve ezerre. Nem bérmunkát akartam. Nem, ezt mindig elfelejtem, hogy hol van. Azt nézem, hogy a fát máshol nem tudom eladni. Ni-i-ács. Mi csináltál?
Itt nem is írja a fát magát, ugye? Nem halt. De ezt csak ott tudom eladni. Ugye? Jól gondolom, hogy ezt csak ott tudom eladni. Nincsen valahol véletlenül valaki, aki más is vezi? Ez mit vesz? Mi ez? Benzinkutya. Értékesítő almas. Hát rohagy meg. Értékesítő aromás, kösz. Gabonelevátorok biztos nem, ez biogáz nem biztos nem, nem, fűrész. Csak a fűrész van, nem? Gabonamalom. Ács! Ez meg biztos azért vesz, itt a deszkár, vagy mi szart. Nézzük meg még egyszer ezek, ezt, ez, itt mi van, várja. Itt nem írja a fát, én úgy emlékezem. Hát. Úgyhogy ezt se szeded. A fűrész ma... Ez mi? Ez ilyen falpríték akar lenni. És ez is a fűrész halomnál veszik. Máshol nem is. De! Az ács is veszi. Van az ács. Az ács is veszi. Várja, az ács az hol van? És hadd gondolkozzak, hun az ács. Ez mi? Walter, ja. Supermarket, itt az ács. Itt meg a vonat. Oda nem fogunk tudni eljutni, mert itt a vonaton át kell menni mindenképp. Arra nem tudod megkerülni. Na, most az az egy lehetőség van, nem tudom, itt kijövünk, erre eljövünk, és hogy itt át lehet-e valahol küzdeni magunkat. De azt lehet, hogy gyalog kellene majd megcsinálni. Hú, meg megy le a nap. Úgyhogy. Lehet, hogy az lesz, hogy ilyen egy olyan csinálunk, mintha aludnénk egyet, jó? Egy kicsi ilyen RP. Szerű stílus, ide behúzódunk a sorokba, gyerek. A zsák akkor itt tefekszik a képer. Jó lesz ez nekem, lesz hozzá, jó? Oké, mitten el... Szúnyunk egyet! Jó. Akkor... pörgessünk bele. Van 2000-szeres pörgetés, ez marha jó. Mondjuk egy reggel... Sokáig aludjunk ma, mert... szeret a képer durmolni egyet. Júj! Ingatlanok, járművek költsége. Szerencsére nincs sok járművem, úgyhogy... nagyon nem kell attól fosni, hogy... elviszi a gatyánkat. 6 óra, jó, még egy kicsi kukorékol a kokas már, föl volt húzva tegnap, csodálatos. Egy 9 óráig aludtunk, és akkor 5 óra, na nézzük. Félettük, jaj, még mindig jó hosszus az ablak. Na nézzük, hú, az egy föve, jaj, azt a betyár úristeneteket föverte a gazd, bazdmeg, már megint ezt a szart. Gyom, 16%, annyira nem durva, de bazdve, a nézőt, hogy föverte a gazd, a ház körületi. Te hallod, köl egy botoskasz, le kell írni még. Le kell írni a gazt. Basz, mekkora izé van? Mellközépig érő fűj van, hallod? Na jó, húzzunk bele. Vegyük neki, gyerekek. Lámpa nem kell, ugye? Főleg nem munkalámpa. Veretjük neki, jó? Visszük a fát. Megpróbálunk, nem tudom, hogy be lehet-e jutni máshol. Hú, ez már kezd egy kicsit nehéz lenni neki ez a cucc. Jó van, krumpli már lassan jó, figyeljetek, pörgessük az időt, lehet, hogy nyomok neki még egyet. 15-szörös pörgetése, hogy nőjön meg máma az a krumpli, vagy valami legyen. Szépen menjen az idő. Szépen okosba, úgy pörögjön az idő, hogy akkor közben valamit csinálunk. De gyere, hogy milyen szépen izé billeg ez a portkocsi. 32%-os slipje van a dolognak, tehát... rúg a gép, mint az állat. Azért van ezen súly, jó lenne leadni. Jó lenne leadni. Na, elmegyünk az utakon. Vagy olyan jó kis MTZ hangja van ennek a gépnek. De egyébként mindenhol bazza föl van nőve a gép. Nézd oda, hallod, mi van itt? El van hanyagolva. Hol vannak a közmunkások? Tudjuk neki, gyerekek. Egyébként ki ez az aszfaltra, apám? Ami ez is aszfaltnak számít szerintem. Azért ilyen jó, rohadt jó tapadásunk itt. Itt azért megy a gép. Hasít. Figyeljetek, nem is tudom, hány fát vágtunk ki? Hármat? Három fenyőfát, meg egy nyírfát. Hát ezért kapnánk, apám. Lenne pénz. Lóvére. Fú, de jó néz ki ez. Ez olyan hangulatos ez a bálrakás itt. Itt a TS telepet. Hú, a TS telep megszerzése, az megint nem lesz ám egyszerű. Ugye duplán kell dobni, nem is tudom mennyit, 20-at. Akkor tudod meg. Kapni. Egymás után? Hát ez nem valószínű. Na mennyire tetszik ez a gyerekek? Jobb ez a szerencsekerekes megoldás? Annyira nagyja szerintem, nagyon-nagyon bírom. Majd írjatok róla, légy szíves. Hogy ez jobban tetszik, de szerintem baromi jó.
Az. Na, itt várjál már, itt félreállok, hogy megállunk. Megállítjuk. Na várjátok, nézzük körül, hogy nem tudunk valahogy bemenni. Nézzünk, minimum fordban, jó. Itt nem tudunk bemenni. Itt, figyeld. Várjál ma. Nincs, mi van itt? Végig kell nézni, tuskó rincse, vagy valami. Itt. Kerítés van? Baza. Gyerekek. Itt van még sín. Köszéli bemenni. Ó, te fiú. Nádjá. Föl. Föl a töltésre. Basz. Itt végig. Megnézzük kerítésen, be tudunk-e jutni. Jó, így megkerüljük. Itt meg tudjuk talán kerülni ugye a sineket. De várja, ez még... De, ez nekem jó. Be tudunk-e jutni a kerítésen? Van-e lyuk? Aha. Itt van csak lyuk, mindjárt várj, megnézem. Fölmegyek erre a depótetőjére. Aha. Figyelj, ott szerintem... Itt elférünk úgy, hogy nem megyünk rá a sínre? Az a lényeg, ne érintsük a síneket, ugye? Arról volt szó. Gyerekek, hát nincs semmi gond. Hát ez nem lesz egy egyszerű vállalkozás, de... Keeper az nem arról híres, hogy itt föl szokta adni. Hát maximum belekeveredünk, mint a Huzan Trogerbe, tudjátok kicsoda. Na adjunk neki, gyerekek, nem tökölünk! Max, leakasztjuk a pótkocsit, az valami lesz, visszavegyünk. Na menjünk. Úristen, a hülye gyerek. Itt is jó lenne... Na, itt nem tudunk átmenni? Nem, itt nem jó átmenni, mert itt még itt a sín. Hát itt nem is tudok átmenni, úgyhogy hiába. Várjál, megnézem ott, hogy nem tudok átmenni. Itt nem. Itt egy nagy kűj. Nem, csak ott tudok elmenni. Úristen, nem biztos, hogy sikerülni fog. Na most a fát nem akarom azért lerakni, érted? Most elkezdtük, de alatt azért elkezdtük ezt pont csinálni. Erre meg mi történik? Megszívott minket a rendszer. Figyelj! Valahogy ne, úgy kellene, hogy nem kéne belevenni a szarba. Ha itt följövök. Följövök. Aha, az út túloldala lehet, hogy jobb lenne. Figyelj! Itt a táblára kimennék. Aha! Figyeld! Ez jobb lesz itt végig. Aha, itt kell. Itt kell, itt jó lesz. Ha itt a táblán át, itt simán átfér. Tábla, itt, ó, jó lesz gyerekek, megvan oldva, hallod? Megoldja a keeper. Itt az MTZ ketyek, menjünk, basza, megoldjuk. Jó gyerek, itt csak a forgalom, nem? Nem vettem ki a forgalmat, nem tudom miért van ilyen kicsit. Azért hallod? Nem biztos, hogy fel tudjuk húzni, oda nézzél, bazza, 100%-ig lódon vagyunk. Na. Azt a... Meg tudom oldani? Meg tudom oldani? Jó lenne. Hát 11 óra 38, ugye pörgetjük az időt. Hát, hogy egy picit visszaveszem, oké. Okay. Na, akkor... A kanyar után lesz egy tábla, meg az árok. Ott kéne átmennünk. Te édes Isten! Nem tudom, ez a fehér bója, ez nem akaszt meg minket talán. De azért inkább megy nagy üvbe. Azt a betyár. Mit nekünk utak? Amúgy elég itt nagyon feelinges így jönni. Át kell menni a idején a vasúti alagútor. Jó van, lendületben vagyunk. Lendület. Oké. Okay. És vagyunk fönt a vasúti alagút tetején. Ahol le kéne kecmeregnem. Hú, ez mennyire meredek? Álljál meg! Azt a betyár. Hát itt bele tudok akarni a dolgokba, várjál.
Fú, te fiú! Nem egyszerű. Itt kellene menni a nyárfának a jobb oldalán. Megpékezzük majd, megpróbáljuk. Nagyon meredek! Úristen! Csúszik. Hú, ez nagyon meredek lesz, öcsém. Hát ugye még a pótkocsi még nem, nincs a lejtőn. Még mindig nincs a lejtőn, ugye addig meg nem tol minket. Azt a betyár. Na most már megtolt. Jó. Jó van, oké. Királyok vagyunk, gyerek, nagyon adja. Jó, most akkor férjünk el a sinek mellett úgy, hogy ne érünk hozzá. Oké, a sinek vannak, sinek. A bazzal nem fogunk elférni. Halljál meg. Megnézem, nincs-e való bejárat, jó? Mindjárt, gyerekek. Nem akarom a szabályokat megszegni, bocsász. Itt végig mi van? Nem akarom a szabályokat megszegni. Szabályok azért vannak, hogy akkor már csináljuk úgy, ahogy kell, nem? Itt lehet egyébként, hogy itt ki tudok menni az útra, vagy mi van itt? Mi az az emelkedő ott? Az is, az mi? Jó, jó. Na. Itt a bejárat. Jó, itt el tudok jönni a bejáratig. Jó. Ez a, itt bent is van vasút is én. De azt meg tudom kerülni. Figyeld. Itt. Hátul. Talán. Eddig megy az a sín. Itt is jön sín. Nem tudod megkerülni. Itt nem tudod megkerülni. Ó, te fiú! Csak ott lenne jó átjönni. Nem tudok átjönni. Ah! Nem fér el biztos. Próbáljuk meg, nem tudom. Várjál, az volt, hogy nem keresztezheted a sineket, ugye? Az volt, hogy nem keresztezheted a sineket. Jó, hát meg el is fér, úgyhogy igazából nem olyan nagy van. Jó, figyelj, igazából még nem vagyok rajta sinem. Meg az volt, hogy nem keresztezheted a sineket, úgyhogy simán jó. Jó, jó, nem jó. De az volt, hogy nem keresztezheted. Ugye mondjuk úgy, hogy nem keresztezte, ugye? Ó, hogy rohagy meg! Jó, hát nem kereszteztük, gyerekek. Az volt a szabály. Szabályt nem sértettünk. Szabályt nem sértettünk. Jó, és én majd félte vagy felül. Ja, ide kell hozni a időt egyébként a faprítékot. Jó. Oké. Okay. Szabályt nem sértettünk, srácok. Kihangsúlyozom még egyszer. Mennyi pénz? Hát 4000, gyerek. 12000-ünk van, marha jó. Megyünk az a krumplit szedni. Sint nem kereszteztünk. Oké. Okay. Megint föl kell kapatnom, sok a tuskó. Bazen, fölfele hogy fogok ott felmenni egyébként? Oda kell vártatnom, feléig bemegyek. Jó. Oké. Szabályt nem sértettünk. Na most itt a nyárfánál bazen nagyon tépnünk kell fölfel, figyelj, figyeld. Nyomjuk, nyomjuk, nem tudom fölmegye. Sőt, szerintem lehet, hogy nem megy föl.
Most kéne csörlőzni maradt. Hát ez nem ment fel. Lehet, hogy átlósan kellene innen megindulva. Maximum fölborítani. Így kellene. És egy kis külső nézőn. A szemberünk gyerekek, bocsász. Az a baj, hogy lendületet ezzel a traktorral nagyon nem lehet menni. Egyébként maximum itt hagyom a pótkocsit ám. Ezt holnap már nem lesz ez a szabály. Most balra fordítom a kormányt, mielőtt írjátok, hogy miért nem fordítom, de nem nagyon akar elmenni arra. Jó, oké. A pótkocsi itt maradt, srácok. Egyáltalán remélem, hogy a traktorra föl tudok kapatni. Nem tudom, hogy föltolok. Oha. Gyerekek, bazált! Na, ennyire megszivattam magam? Jó. Hogyha a pótkocsit tudom majd használni, vagyis áthozni, akkor, vagy tudom, értitek, hogy mit? Akkor jó lesz. Ott a fiú, azért megint megszivattam magam ezzel a kártyával. Az a baj, hogy pont azt akarom csinálni, ugye, amelyik, amit nem lehet. Szerintem egy elég nagy szívás. Jó, megyünk haza, ugye, krumplit pörgetni. Jó, hát az itt marad, következő részben el tudok érte jönni a pótér. Meg, ja, egyébként gondolom biztos írjátok, hogy jaj, ugrass vissza, meg hogy add el, vegyél másik alatt, de igazából eladásnál is az lenne jó, tudod, hogyha oda vinném, úgyhogy marad itt, aztán majd amikor keresztezhetem a simpályokat, akkor következő részben akkor ki tudom szabadítani. Jó, hát ez figyelj, ez így van. Itt kell lennie, hoppa, nem jó helyen fordultam be. Igen, átmegyünk. Elvileg el is tudok menni, jó. Nem baj, hogyha megismerjük egy mapot. Meg azért is nem nagyon ugratgatom ide-oda a gépeket. Tök jól ismerjük meg a mapot, mondjuk minden harmadik tuskor tudjunk holni, aztán így tök frankol ezt. Oké, srácok, hát üre szólóba kell visszamenni. Egy fordkocsi ott maradt tenyérőbe, ott hagyhatom a telepen, aztán akkor nem lenne benne a fák között. Csak nem akarom már húzni az időt tovább. Mert ugye azért repül az idő, és krumplit is kellene pörgetni, igaz, hogy jó, hogy a fűjes, de hát jó van. Meg kell nézni, hogy majd árjál már, hogy a növekedési stádium az milyen neki. Felső részek eltávolítását már írja, jó, akkor már neki is tudunk állni, gyerekek. Felső részek eltávolítását írja, viszont ha pörgeted, ha kipörgeted a krumplit, akkor elvileg nem kell eltávolítani a felső részeket, ugye valóságban se távolítják el, hanem kipörgetik egyszerűen, aztán kell. Hát valamikor ugye leszokják azért kaszálni, oda nézni, hogy néz ki. Jaj, imádó. Mindjárt pörgetjük a krumplit ezerre. Kíváncsi vagyok, hogy adja. Hát egy kicsit fűjes, de hát a krumpli az, hogy legyen fűjes. De viszont ide egy botos kaszát mindenképp kéne, hogy itt lekaszáljak, vagy valami, nem? Most nem tudom, azt el lehet-e adni. Na várjátok. Kell a ide. Kell a krumpli pörgető. Van 12 000 pénzünk, nem olyan rossz szám. A krumplit szerintem, hogyha eladjuk, akkor mindenképpen föl fogunk menni egy olyan 20 000 körülre. Van egy-két fánk már. Még aztán valamit majd kezdünk magunkkal. Az ajtókat becsukom bazza. Na, csuk be. Ennek meg le van animálva ugye, hogy mászik, de az kicsit néha fura. Na gyerekek, akkor ez merre fog pörgetni? Elvileg jobbra, ugye? Úgyhogy akkor úgy kellene megoldani, hogy onnan indulja. Úristen, akkor fű van, hallom.
Az meg ekkora tűz. Te Jézus Isten, hogy néz ki ez a birtok? Nagyon putri. A szomszédések külön nem. Na gyerekek. Erre rohadt kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Mondjuk egy így, így beállunk. Megnézem a izéjét, hogy hogy működik. Autos, adatószerkezet leeresztését, ugye? V. Jó. Kell bekapcsolni? Be kell kapcsolni. B. Elég bekapcsoltuk. V. És elég ahogy húzzuk, ugye ez úgy fog működni, várjál. Aha. Hogy izé... Fölög a motorja, tök jó, várjál. És pont a másik irányba törgeti. Jó, a fűre pörgeti. Jó van, gyerekek. Pörgessük el krumplit, morejjaj! Nem hiszed el! Nagyon jó! Nagyon jó! Megyünk ám visszafele mindjárt. Fölemeltem. Hát ezt egy jó nagy ívben kéne fordulni. Van, ez lehet, hogy kevés lesz. Fér gyerekek, fér. Pont. Megyünk visszafele. Oké, okay. Szórja rendesen. Kipörgessük a krumplit, bore! Beszarsz, baza. Krumpli pörgető MTZ-vel húzva. Ez annyira autentikus. Ez retteltesen autentikus. Hú, de jó volt egyébként, amikor... Tudod, mekkora szám volt? Emlékszem rá, amikor először láttam krumpli pörgetőt. Hát előtte ugye kapálva kellett kibagdolni. Szórtad a vödörbe. Ezt minden harmad... Volt egy külön vödör a vágott krumplinak, az jó volt disznóknak. Mert izé, mert fogtad, azt mindig elvágtad. Na ugye, hülye voltál, meg nem értettél hozzá, akkor főleg kapával vagdoltad a krumpliket. Hát ez nem volt egy baráti dolog. Aztán amikor krumpli pörgetőt láttam először, olyan volt, mint az űrtechnológia, gyerekek. Halál komolyan mondom. Nem valami szépen. Pörgetem egyébként, ezt meg kell hagyni. Jó, próbáljuk meg sor közé menni, jó? Így veszem a kereket, egy két sor között. Hát ez nagyon adja. Szinte tök ilyen, nagyon beleélem magam már, mint úgy, az első kerék, az tök jó működik. Lefel imbolyog, benne a barázdába, hogy kell, nagyon frankó. De ugye már talán igazából úgy kellene, hogy minden sort külön szoktuk pörgetni. Végigmentek, összeszedték, utána még egy, itt kidobálta oldalra. Ugye amikor pörgetted, nem így kifolyatta, hanem így nagyon gyorsan pörgett, és akkor így kiszórta, és akkor a krumpli az így általában a föld tetejére került, mert az valahogy máshogy repült ki. Nehezebb volt talán, mint a föld, azt elmiatt. Ezt egy kicsit hátra kell tolnom, ott. Hozzátok a zsákokat, gyerekek! Hozzátok a zsákokat! Hozzá a madzagot! Kinek ide? Hol van a madzag? Kinek ismerősök ezek a dolgok? Most is két keréket így veszem, aztán így megyünk. Ó, gyerekek, krumpli pörgetés, morem hozzá, ez nagyon... És imádom ezt! Nem kell kapkodni gyerekeket, az állat! Hát mennyire élethű! Ahogy mozog az eleje a gépnek, nem? Ahogy... Lefel, meg egy jobbra-balra. Ez annyira jó, és akkor hátra nézel, és akkor fasza jó van, pörög a krumpli kifelé. Az asszonyok már szedhetik. Ah, de jó, ah, de jó. Kicsit eljöttem erre, hogy volt még egy sor.
Na, gyerekek, szépen kipörgessük ezt a krumplit. Jó, felemeljük. Megforduljunk. Baszarás. Ez nagyon-nagyon adja, gyerek. Ez nagyon adja. Ez annyira autentikus. Ez bazár, nem tudom, a városi kölyköknek ezt nem magyarázni, hogy mennyire autentikus. Nem jó vagyok egyébként, lehet, hogy megyek még egy kört. Túl kicsi ívbe fordulok. Ezt nem annyira farankó. Én rendesen rá kell fordulni. És ez a hang, ez az MTZ hang, gyerekek, mindjárt felhangosítom egy kicsit, komolyan mondom, és nem dumálok, hanem élvezzük már ezt, ez ennyire jó, nem tudom elmondani mennyire. Hol a hangerő itt, bazza? Van itt valami hangerő? Ó, van itt hangerő. Nem tudom, hol a hangerő ebbe a kotlába. Ja, itt van a... Kicsit hallgassuk, komolyan. Meg mentek egyet, mert miért ne? Hány óra van? Ó, még van időnk, még pörgetek. Na figyeljetek! Nagyon jó. Nagyon jó. Egyébként ugye mindig úgy kéne pörgetni, hogy oda pörgeted, ahol nincs már... Vagy ahol már ki van pörgetve, tehát nincs krumpli bokor. Szóval ez egy kicsit olyan elég fura így. Éppen nem fogunk kefélni a kerítést, hál' Isten. Meg kell férned? Pont te kell férnie. Hát pont nem fér volna. Ezt nem tudom azt, hogy fogom kipörgetni a legvégén. Ez aztán tolatni egy élmény lehet. Lehet, hogy azt sem nem megyek a végére. Ezt visszajövök. Nem nagyon szereti egyébként, mert azért kéri az energiát. A krumpli pörgető. Van 12 000-ünk egyébként, valami homlokrakodó se lenne rossz. Mert így meg a szenvedés lesz az, hogy föl kell szednünk lapáttal. Vagyis kézzel jobban mondva. Közben abban bízok, hogy beérik a legvége, de nem nagyon akar. Jó, csináljuk, srácok, csináljuk. Hogy forzik, more? A kettő sort szépen lehet vinni vele. És nem nagyon bírja el egyébként, hárommal húzza szegény szerencsétlen. Nem tévé. Annyit tudok csinálni, hogy kimegyek. Épp, hogy eférjen. Akkor visszamegyünk a elejére. Ez van, ezt tudom csinálni, gyerekek. És akkor megyünk még egy kört. Oké. Meg egyébként kettőfajta ilyen krumplipörgetőt láttam így élőben működni. Láttam ezt a fajtát, amelyik így pörög és akkor gyakorlatilag kicsapja a krumplit. A másik meg olyan, hogy így benyúl a krumplibokor alá, olyan mint egy ilyen lap, mint hogyha egy eke fej lenne, csak így fűszintesen, és így folyamatosan benyúl a krumplibokor alá, tudjátok, a krumpli alá. És akkor az fölviszi egy ilyen rázóra, és az így folyamatosan ráz, és akkor ugye a föld az lepotyog, és a krumpli az meg
ki megy belőle oldalra a rázolba. Azt ez a kettő fajta, amelyiket itt láttam, megtapasztaltam. Jó, most már itt elférünk szerintem. Oké. Okay. Jó, hát mindig nem sokára végzünk egyébként. Hát a fölszerés az nem lesz olyan egyszerű. A krumplina. De hát ez van, srácok. Ez van. Attól, abba bízok, hogy talán valami jó sorskártyát húzunk. Addig meg igazából más nem tudunk, mint dolgozni. Hát figyeljetek, egy valóságos termelőszövetkezet, mármint egy ilyen maszek sem egyből meggazdagszik, hogy csak nincs valami marha nagy állami támogatás, ugye? De... Vagy pedig nem lőrincnek hívják meg mészárosnak, hanem kicsibe kezdjük, gyerekek. Kicsi kis krumpliföldünkbe kezdjük. Örülünk annak, hogy van egy MTZ-ünk, ez az még jobb is. Kiégéstől nem félek, nagyon élvezem, nagyon tetszik az egész. A... Hú, itt ezt a füvet jól lenne legyalulni, amik körülöttünk van. Jó lenne egy föld, és csomó minden jó lenne, gyerek. Nem tudom, hogy ez hogy fog fölépülni, hogy mit... Nagyon sokat jelen, vagy nagyon sok múlik azon, hogy mit nyerünk. Ilyenkor itt tudom megoldani, hogy kicsit visszatolatgatok. Felemelem ugye. Szívünk még egy kört. Szépen kipörgetjük, következő részbe vissza tudjuk hozni a pótkocsit. És akkor már tudjuk azt csinálni, hogy lehetok, addig kikapcsoljam. Nem kapcsolom ki, mert az nem elég, hogy föl van megnálva. És akkor föl tudjuk lapától, és el tudjuk adni. Hopp. Kicsit megütöttük. Jó, hogy olyan keveset veszik ez a traktor. És mit csinálok most? Egy sort húzok csak ki? Na miért? Ja, mert ez fű volt, ez nem is izé volt, nem is krumpli volt, na mindegy. Amúgy nem olyan pici ez a föld, hát ja, lehetne nagyobb is, de azért felét elfoglalja sajnos a bityilló. Nem érett még mindig meg a szélső sor. Ó, de kár, ó, de kár. Viszont lassan meg akarom állítani az időt, hogy ne az legyen, hogy éjszaka dolgozzunk. Ebben a részben még jó lenne azért kipörgetni itt a dolgokat. Ez a kerítés legalább ki lenne szedve, ennyi kiváló minden. Mennyit kell melózni te? Őrület. Hát ez az MTZ ez nem egy erőgép. Ezt lehet, hogy ki le kéne cserélnünk egy 82-esre. Amúgy azon is filózok, hogy ezt az MTZ-t eladnánk. És egy 82-es kiskabinos az valóban azért valószínűleg erős lenne. Meg abban van az a nagyon felszerelt, tudjátok, a homlokrakodós meg minden csuda dologgal. Azzal mondjuk lehet, hogy nyernénk. Várjátok, bazzer, nem nagyon hangos? Lehet, hogy egy kicsit hangos volt. Remélem hallottatok valamit, most nagyon elfeledkeztem, hogy én itt... Hú, lehet, hogy hangos volt, na! Az egész végig nem hallottatok semmit, akkor az egy frankó. Na, azt akartam mondani, hogy a... Lehet, hogy az homlokrakodós 82-es MTZ-re ezt le kellene cserélni. Azért az úgy adná, nem? Ezt úgy bírnánk. Akkor egy csomó mindent azért sikerülne azzal megoldanunk. Például föllapátolni a krumplit, mégse izéjével kellene, mégse kézzel kellene fölmerni. Lehet, hogy azt kellene, hogy a maradék fát kivágni, eladni, és akkor egy homlokrakodós MTZ-vel bővülne a TS. Túl, de elfelejtettem leverni a hangot, remélem, hogy azért tényleg hallottatok valamit. Jó, itt ki kell fordulnom sajnos. Próbálok úgy. Amúgy elég jó kiúzzuk a sort, szóval nem olyan sok minden marad. Hány óra van gyerekek? 5:04 van, legalábbis az egy órából, tehát 6 percünk van vissza. Azt érdemes lenne már itt nagyjából ledarálni, úgyhogy ez lehet, hogy annyival, amikor így már nagyon közel vagyunk a végéhez egy munkának, az lehet, hogy akkor egy-két percet túléphetjük, hogy ne az legyen, hogy
Most egy sor marad ilyen munkálat közben például. Egyébként ennek az MTZ-nek a fordulókere akkora bazza, mint az Anföld. Nagyon durva. Meg marra lassan húzza ezt a kotlát, hallod? Ezt nem hárommal kéne vinni szerintem. Csak ez nagyon, nagyon gyenge ez az MTZ. Lehet, hogy az kell. A következő rész elején lehet, hogy megveszünk egy járművet. Azért ez nagyon, nagyon halál, gyerekek, ez nagyon halál. Ugye a következő részben nem kell félnünk attól, hogy sorskártyát húzom. Ja, ja, gyerekek, ja. Közben meg az is majd megnő. Azért nem, szerintem elég sok krumpli lesz ezen. Én úgy gondolom. De nem annyira elcseszett. Tök jó, hogy kivágtuk a fákat. Akkor most már például tudok ellene fordulni. Jó, ott elmaradt egy bokor, ott rohadt jobb meg. És vissza tudok menni a másik irányba, itt. Szomszéd földje úgyis le van aradva. Nem állt neki. Ez a részét ennek a gaz jó főverte. A másik az nem volt annyira szar. Hát ez van. A kis krumpli földünk. Kíváncsi vagyok, hogy hány kiló krumpli lesz rajt. Mert az a poltkocsi az nem fog megtelni, ez biztos. Ja, meg kéne nézni egy nagyobb traktort. Úgyis már ezt szaraszéd verettük vele. Azt nem tudom, ezt leszedi azt a kettő kis, vagy ezt belettünk egy pici sort. Jó lenne lekapná. Maximum letiporjuk, mi? Nem, szerintem beszedte. És kipörgette. A pipacs! Nő a pipacs, gyerekek, nő a pipacs. 18:46. Lehet, hogy egy kicsit megállítom az időt. És lehet, hogy nem tudjuk végigcsinálni, úgyhogy lehet, hogy holnap lesz az. A következő kis rész. Mert nem is éred be, ugye. Ezt még leszedjük. És kipörgetjük. És akkor azt csináljuk, hogy megvárjuk, hogy beérjen a következő két sor. És akkor az már mondjuk a következő rész elején lesz. Annak a kipörgetése. És el fogunk gondolkozni a következő rész elején, hogy akkor nem kombájn veszünk, egy erősebb traktort. Ugye egy erősebb traktorról azt is elnyernénk, hogy gyorsabban tudunk szállítani például. Egy homlokrakodóssal például ugye a fával könnyebben bánnánk. A krumplit nem kellene vödörbe felszedni. Úgyhogy egy csomó minden tök jó dolog lenne. Igaz, hogy kombájnra gyűjtöttünk, de hát amíg igazából ekkora földünk van, gyerekek, kombájnra se sokra megyünk. Bár aztán fánk se sok van ám már. 1, 2, 3, 4 darab fánk van, amit el tudunk adni, amiből szerintem maximum egy olyan 8-10 ezer jöhet ki. Úgyhogy eléggé nyögvelenyelős lesz ez a, nekünk ez a pár rész még, amíg be nem tudunk indulni komolyabban. Nagyon félek a sorskártyától, a következő rész után mi a szart fogunk húzni. Hogyha ilyen nagyon nem veszélyes, akkor jó, de hogyha például olyan, hogy gépet veszítünk, akkor azért elmehetünk a francba, érted? Akkor nagyon nagy baj van, hogy például gépet veszítünk. Akkor nem is tudom elképzelni, hogy akkor mit csinálom. Lehet, hogy azért érdemes lenne két gépet tartani ilyen esetre, nem? Én sorskártyákra fel lehetne készülni valami a szintet. Jó, ide ki is kapcsoltam. A krumpli pörgetőt. Elmegyek a föld végébe, és akkor elbúcsúzok, és a következő rész elején esélyes, hogy akkor azt fogok csinálni, hogy körülnézzünk gépügybe, hogyha persze kipörgettük utána. Igen, és reggel fogunk indulni a következő résszel, tehát bele fogok pörgetni az időben, ne lepődjetek meg. Éjszaka nem akarok dolgozni. Szerintem mindenkinek jobb, hogyha lát is valamit. Nekem is, meg nektek is. Nos, látszok. Na, hagytam a motort. És akkor innen folytatás következik. Jaj, de jól néz ki ez a traktor, nagyon imádom.
Oké, szuper. Nagyon jó né. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, következő részben várlak benneteket. Csácsovicső!